Hello, 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 sziasztok! Jó estét mindenkinek! Köszöntünk minden kedves nézőt itt a Sim Racing Company vasárnap esti versenybírósági ülésén, interaktív versenybírósági ülése, és ellentétben a múlt héttel most nem egyedül vagyok, hanem itt van velem Ricsi is. Szia, Ricsi! Szia, Dani! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ricsi megnyert mindent is, minden versenyt is, a kis autókájával, úgyhogy visszatért közénk. Bárcsak. A nagyok világába. No, ugye akkor miről is fog szólni a ma este, közben még egyszer üdvözlünk mindenkit, úgyhogy ugye vasárnap volt az Open Cup a Imola versenye, azt fogjuk kielemezni, az óvásokat megnézni, pörgetni fogjuk, nincsen túlzottan sok esetünk, volt már kevesebb is, de nem vészes, úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjünk is neki, képernyőt váltunk, és akkor megnézzük. Szóval szokatlan módon nem a versenyen fogjuk kezdeni. Így van, hanem az időmérő edzéssel. Hát is váltok a másik monitoromra, és akkor a képernyőn Wunder Tamás Audia látható, előtte pedig Szabó Krisztián. Na, már elcsesztem, jó van. Sorry. Rossz kameraállás. Már jó kezdődik. Szóval még egyszer. Ugye ezt az Audisunk óvta meg, miszerint Szabó Krisztiánnak elvette a körét a játék. Nem mért köröm volt. És ugye lengetik neki a kék zászlót éppen emiatt, hogy engedje el a gyors körön lévőt, aki mögötte érkezik, de hát Krisztián nem engedi el. Itt is ugye már olyan közelségbe ér Wunder Tamás, hogy megtehetné. Itt a... Az előttük lévő el is engedi őket. Igen, a kolléga el is engedte, úgyhogy ezután is köszönjük neki, de valószínűleg Szabó Krisztián ezt nem vette észre, hogy mögötte érkezik. És itt ugye már, itt már nem lesz kékzászló, mert itt már megkezdte a gyorskörét a Krisztián, de előtte mind kanyarról kanyarra kékzászlót lengettek Szabó úrnak, amit nem vett figyelembe, úgyhogy ez egy feltartás értéke van a dolognak, hogy Szabó Krisztián ezért egy büntetőpontban részesül. Arra kérnénk, hogy legközelebb, illetve mindenkit, okulva Krisztián esetéből, figyeljetek oda, a tükröt is nézni kell, a hádot is, és hogyha egy mért körön lévő versenyző jön mögöttetek, és nektek nem mért körötök van, akkor igenis el kell engedni. Ez lenne a kérés a jövőre nézve, úgyhogy Szabó Krisztián egy büntetőpontban részesül, és ugrunk is a versenyre. Kérek egy-két másodpercet, még betöltöm. Megmutatjuk a rajtot. Ugye az első kört visszanéztük, független attól, hogy jött a óvás rá, vagy nem. De hangsúlyozom, hogy óvjatok, ha első körös, akkor is. De mindenkit szeretnénk megdicsérni, mert ugye 36 vagy 37-en rajtoltatok el ezen a nem egyszerű pályán, és hölgyek, urak, semmi nem történt az első körben. Nézzük innen. Hát semmi az ég a tejvilágon. Megmutatjuk azért. Nagyon szépen, türelmesen, óvatosan eljött mindenki. És ugye általában ez most már megszokottá válik, az első két kanyar az ilyen, mindig a harmadik, negyedik kanyartól szokott jönni a probléma, de nem volt. Úgyhogy egyértelműen azt kell mondani, hogy az ilyet öröm közvetíteni, és nem csak Invitational-ben, hanem Open Cup-ban is olyan a mezőny, hogy tényleg megéri versenyezni. Ez itt az önreklám helye.
Egy kisebb önhiba majd valahol lesz, emlékeim szerint, de az önhiba. Úgyhogy egyenest azt nem nézzük meg, mert ott általában nem, úgyse történik semmi. Általában nem szokott történni, azért már láttunk erre. Persze, igen. Lásd, Monza egyenes rajt. Igen, vagy Nürburgring volt tavaly, azt hiszem, ahol sikerült valami, vagy a, bocsánat, Kielamiben volt talán, vagy valami, hát. De volt már, hogy elemeztünk az egyenesben összemenést is. No de, gratulálunk a mezőnek, hogy igen, sikerült abszolválni. Igen, megmutatom, ha már ugye, ugyanúgy megnézzük az első kört, meg ne csak az legyen, hogy mindig csak a rosszat mutatjuk, mert tényleg azért erre büszkének kell lenni, hogy így mondjam, így fogalmazzak, mert tényleg ügyes volt mindenki. Ez volt inkább talán az egyik kritikus kanyar, ahol szokott baleset történni, a jobb balos. Szükségának mindig gócpontok, pláne ha olasz pályáról van szó. És akkor itt jön az utolsó két balosunk, és akkor télegyenes. Hát mindenki türelmesen, ügyesen, figyelmesen teljesítette az első kört, úgyhogy ezúton is gratulálunk mindenkinek. És csak így tovább, mert így van értelme, de nagyon is. No, és akkor ugorjunk rá az esetekre, ami az első kör után történt, és amikre az óvások jöttek. Mészáros Gábor. Ugrunk egy 5 percet. Mészáros Gábor előtt Pammer Szilárd. Köszönt hátulról. Igen, egyértelmű ugye a dolog, nem volt hirtelen féktáv semmi, tehát ugye Szilárd az ment, időbe fékezett, vette be a kanyart, tehát Gábor ezt elnézte. Nem tudott megállni, és így megkocintott, és kiforgatta Pammer Szilárdot. Na most ugye itt gondolkoztunk Ricsi, hogy mit adjunk, ugye, ha aki ismeri már a döntéshozatalunkat, az általában a kiskoc, kis baleset az egybüntetőben 5 másodperc, a közepes nagyobb, amikor nincs átfedés, mögötte van bőven, stb. Az 2-10, és még e fölött is van. Úgyhogy ettől függetlenül, hogy maga a koccanás az egyébként 10-12 km/h sebesség különbség, de maga a koccanás az nem nagy mértékű, de ettől függetlenül két autón, kettő vagy három autóni távolságra érkezett meg Mészáros Gábor, nem volt ott előzési pozícióban, teljesen Pammer mögött volt, távolról jött, és neki ment. És elég erőteljesen eltalálta a haladót. Aston Martint. Mészáros Gábor ezért 2 büntetőpontot és 10 másodperc időbüntetést kap. Azt mondja Aldous, hogy el lehetett volna rántani a kormányt. Egyébként ebben igaza van. Lásd! Azt a TikTok videót, illetve YouTube meg Facebook videót is azért tettem közzé, amikor Pető Józsi félrántja jobbra az autót, mert így kell egy gyönyörűt menteni. Akkor látod, hát a nem saját hibából legalábbis, hogyha hát jó, amikor látod, hogy nem tudsz megállni. A lehető legjobb megoldást választotta akkor abban a videóban Pető Józsi. Na, de Mészáros Gábor 2 büntetőpont és 10 másodperc. Akkor Szabó Krisztiánra ugrunk újra vissza. Ugye ő egyszer már főszerepben volt az időmérő edzésen. Persze, ha megtalálom. Ez a két eset kicsit ilyen dominós dolog, hogy megint Pammer Szilárd lesz az érintett. Én tudom, hogy... Koroljunk 17:47. Vagyunk. Igen, Szabó Krisztián és Pammer Szilárd. Mondjuk kicsit hátrébről innen nézzük.
Célegyenes. Lehet sejteni már, hogy a törésben lesz a probléma. Kicsit másik szögből is megnézzük, kicsit följebbről. Ugye jóval nagyobb a tempója Pammer Szilárdnak, egyértelműen mellé, de inkább már, sőt már elé ér Szabó Krisztiánnak. És tulajdonképpen nem teljesen értettük, hogy miért, mert ezt látnia kellett Krisztiánnak. Annyira tart kifele, hogy hát neki megy Pammer Szilárdnak igazából, és úgy, hogy van kiüti, tehát ez sajnos ez egy nagyon rossz megmozdulás volt Porsétól. Ha már Szabolcs ilyen szépen kérte, akkor mutassuk meg kokpitből is. Bár nem azt nem szoroz az esetben, de üljünk be akkor Szabó Porsche-jába és nézzük végig onnan is. Ja, hát kifele tartott Szabó Krisztián. Egyértelműen pálya jobb felé halad. Függetlenül attól, hogy a kormánya Billy meddig balra áll, de mivel hogy ugye van egy törés a kanyarban, vagy az egyenesben, ezért kifele fog tartani. Kár volt. Igen, én is észrevettem, mikor a hátánál mentem, hiszen hogy folyamatosan cikázik az egyenesben. Hát igen, korrekciók vannak a kormány mozdulatából ítélve, úgyhogy biztos azért, tehát az is szerepet játszik, de lényeg a lényeg, legjobban felülnézetből látszik, Pammer Szilárd a pálya jobb oldalán van, Krisztián pedig tart kifelé az egyenesben, vagy illetve a törésben, teljesen értelmetlen, volt helye balra, úgyhogy ezért Szabó Krisztián is ugye jó nagy tempónál történt ez a dolog, úgyhogy nézzük elő. Meg akkor Pirelli autójából is, ha már egyen mögötte van. Teljes mértékben a pálya jobb széle felé tendál az autója, nincsen itt semmilyen. Le is lassítom, sőt itt van egy jobbos, sőt itt nyit a kormányon. Nem, tehát nincs, egyértelműen nem tart balra. Már akkor sikerült elébe vágni, amikor nyit a kormányon, tehát hogy még agresszívabban tart a pálya jobb irányába. Az egyenesben való összemenetelt azt nem igazán fogjuk tolerálni a jövőben sem, úgyhogy a 2 büntető pont és 10 másodperc lesz Krisztián jutalma az esetért. Így van, erre figyeljetek oda, a lehető legbutább, meg a legfeleslegesebb baleset, mikor egyenesben neki mentek valakinek, tehát ez nem kell felesleges. Kicsit jobban kellett volna Krisztiánnak, úgymond inkább, hogy kevésbé kellett volna nyitni a kormányon, és akkor jó lett volna a dolog. Még adott esetben belső éven maradhatott volna, bár az Aston Martinnak sokkal nagyobb volt a tempója, de hát ha akkor még az a következő kanyarban lett volna esélye, így viszont eldöntötte mindkettőjük sorsát kicsit hamarabb. No de, következő esetünk egy kicsit talán mérsékeltebb hiba, de nézzük meg, 18-24, Asztalos András és Nagy Attila Csaba találkozása következik. Hát itt hókotra üzemmódba váltott a Mercedes. Igen, nevetetjük így is, Szegény mondjuk Attila ezzel nem nevetett ilyen jót. Valószínű. Unimoggá változott. Hát ez egy halmozottan rossz helyzet. Volt, hogy a GTR egy kicsit letaszajtódott, úgymond a pályára, vagy hát ez a Ferrari egy kicsit kitessékelte a pályáról. Majd a visszajövetel akkor megcsúszik, és akkor pedig a Merci úgy dönt, hogy segít neki, hogy abba igen, oldalra átkerüljön minél gyorsabban. Úgyhogy hát itt nincs mit szépíteni, Aszlós András neki ment Nagy Attilának, még ha nem is nagyon, csak egy kicsit, de neki ment. Ugye előtte Attila azért egy kicsit meginogott, hogy így mondjam, mert ott is volt egy kisebb kott. Lehető függetlenül, és ugye amiatt is félig meddig
az is az előidézi ezt, de ez egy kisebb koccanás, de Asztalos András neki ment Nagy Attilának, így Asztalos András egy büntetőpontot és 5 másodperc idő büntetés kap. Igen, itt jött vissza a Nissan, és... Egy kicsit érdemesebb ilyenkor több helyet hagyni a másiknak a pályaszélén, és akkor a koccanás is elkerülhető lett volna, illetve a büntetőpont is. No. Fél perccel később, azonban talán hasonló kanyar, bár nem vagyok, nem, bocsánat, ez nem itt lesz. Nem, nézzük, ez egy 10 perc. Gál. Egy gyönyörű festés. Sorry. Igen. Nem fél perc, 10 perccel később, a gyönyörű festésű Gáti Balázs. Miért nem lehet PayPal-el szupercsetet venni? Ez jó kérdés. Gáti mellette Jéger Tomi. Igen, ez egy úgymond egy, itt két eset is történt, úgyhogy végignézzük. Egy megforgás utána, hát valószínűleg a holt ér, de pif, ettől függetlenül. Szegény Jéger Tamás duplán kapott. Hát először ugye az Audi bal oldala, ugye, ahol tulajdonképpen összeértek, és utána úgy volt, hogy hát megnézi még egyszer ugyanazt a kereket. Bejön mellé Tamás, és konkrétan hát Balázs nem nagyon hagyott helyet Tominak a belső íven. Még úgy is, hogy azért az Audi igencsak a kerékvetőkön mászkál. Ugye azt beszéltük, quattro lenne. Az előző versenyen annak a bétülésen, hogy ez egy lehet itt ebben a kanyarban előzni, de két emberes a dolog. Nem, egyébként nem mindig célszerű, mert ez kell egy másik fél is, hogy itt maga biztosan itt megelőzd a versenyző társadat. Hát itt most láthattuk, hogy most így, tehát ugye ezért nem biztos, hogy célszerű itt bepróbálkozni, mert nem jött össze. Ettől függetlenül Jéger Tamásnak joga volt ott lenni a pályán, ezt innen is láthatjuk, hogy már itt az átfedés megtörténik, ugye, és métereket mennek egymás mellett átfedésbe, tehát Balázsnak tudnia kell, hogy ott van Tamás, és ilyenkor helyet is kell neki hagyni, mert támadási pozícióban van, nem hagy neki helyet. Ez volt az egyik, és akkor a másik, amikor itt meg belé fordul, úgyhogy úgymond hát vehetjük külön is, de egybe is tök mindegy, mi egybe vettük, ezért a két esetért egymás után Gáti Balázs 2 büntetőpontot és 10 másodperc idő büntetés kap. Annyi lenne a kérés, illetve a tanács, inkább a tanács, hogy ha látjátok, hogy már, mert ezt a radar biztos, hogy jelezte, ha itt ugye már megvan az átfedés, akkor nyitni kell kicsit a kormányon, és helyet kell hagyni, mert joga van ott lenni az illetőnek, illetve így akkor hát túléli mind a két fél. Igen, védekező ívet nem nagyon használt. Nem nagyon használt Balázs, úgyhogy igazából ott hagyta nyitva a kaput, pedig láthatta, hogy közel jön mögötte Tomi, úgyhogy már itt kezdődtek a problémák, hogyha ha egy kicsit is beljebb húzódik, akkor talán elveszi a kedvét. Mindegy volt, hogy veszük, hogy nem veszük a kettőt együtt, így összességében döntöttünk, úgyhogy 2 büntetőpont és 10 másodperc lesz. Csak az elsőért, csak a kettőért együtt, de a pályára való visszatérés módja sem volt megfelelő, attól függetlenül, hogy most beléd mente vagy sem, tehát az összes, a teljes cselekedetet mindennel figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy ezért 2 büntetőpont és 10 másodperc lesz, nem feltétlenül csak azért, mert a visszajövetelkor még egyszer belém legy, de nem segített a helyzeten, úgyhogy nem az volt a fő motiváció abban, hogy még egyszer beléd ment, hogy kapott egy büntetést, úgyhogy így jött a döntésünk. No. Igen, de azért rendes Tamástól, hogy ezt így kérte, hogy ne, hogy azért ne büntessük, úgyhogy értékeljük. Az elsőért azért csapjuk meg rendesen, de a második emelnyire nem kell. No, viccet félretéve, szerintem nézzük akkor a következő esetünket, ebből is okoltunk egyet.
nézzük Ráz Danit és a két Dani esetét. Ez lesz a mese neve. Hozzáteszem, ezt a festést érdemes megnézni. Gyönyörű. Alonso az oldalán, illetve ja, a tetején. És egy 44-es rajtszámmal, csak hogy ne legyen meg a kohézió, de a GP2 engine is tetszik. No, nézzük, amit nézni kell. 44-59. Két Danink. Egyébként ezt nézzük meg egy picit előrébről. Már csak azért is, mert volt ennek a csatának szép része is. Nem volt egyébként ez egy rossz csata a végén se, csak ott megtörtént a kisebb koccanás, de azért itt mindvégig látszik az autó mozgásából, és akkor is visszapörögetek itt, tehát hogy tudja mind a két fél, hogy ott van a másik, és megtiszteli annyival a másikat, hogy tehát hagy helyet. Tehát ez teljesen szép volt, meg tudatos is minden, úgyhogy ez tök jó volt. Aztán itt elfogyott a hely sajnos. És így Chris Schneider Dani a falban kötött ki. No hát ugye is mit látunk, mi történik szerintünk, meg mi a döntés. Ugye veszik ketten a balost, és bár itt még van helye Chris Schneider Daninak, ugye ő a jobb oldali Ferrari. Ben van még éppen a pályán, az autó bal oldalával, és itt viszont, hogy visszajön, úgymond, hát nem is az, hogy visszajön, tehát hogy a pályán maradjon, nincs elég helye. És pont ezért történik meg, aminek nem kéne, hogy neki megy a rácsani, megkocolja. Az agy helyet magad mellett után, hagy helyet magad mellett. Jaj. Átköltésünk lesz, egyszerűen elfogyott az igen, aszfalt itt egy kicsit, kicsit több helyet kellett volna hagyni Chris Schneider Daninak, mert joga volt ott lenni. Ugye ettől függetlenül átfedés volt, vagy illetve hát egymás mellett autóztak, úgyhogy ez egy kismértékű dolog. Szabálytalanság, ezért Rácz Daninak egy büntetőpontot és 5 másodperc időbüntetést adunk. Nem volt egyébként egy rossz csata, csak sajnos ez a végkimenetel nem volt szép, szerencsétlen volt. Teljes mértékben a pályán van. Szabolcs, akkor még egyszer mondom, nincs teljes mértékben egyébként Chris Schneider Dani a pályán, mert a pálya a két folytonos fehér Dani, vonal közötti aszfaltozott rész. Az a pálya. Nagyon pont. Szívesen foglalkozunk a résmesterrel, de most szerintem még jó, csak még egyszer elmondtam, esetleg nézzük. Elfelejtették volna, hogy mit nevezünk pályának. Azt vitattuk meg, hogy igen, nem igen. Visszatér, úgyhogy köszönjük de szépen. Az, hogy a bal kereke a pályán van, igen. Ez nem azt jelenti, ennyi. Hogy teljes mértékben a pályán van, a pályán van. Akkor hogy azon túl mindenki úgy megy, mint az iRacingbe, két kerékkel a fűvön megy, ez akkor igazából igen. Ki lesz zárva. Akkor hogy a fogalmakat tegyük tisztába, hogy mi az, hogy teljesen a pályán van, meg hogy a pályán van, mert az más. Jó. Na, Wunder, a másik ugrunk megint. Tamásnak ezek a feltartások kijutottak időmérőn és versenyen is, úgyhogy ott van az esőfelhő felette. Még a pedok kamionjait is megnéztük, még megvannak mindenkije, ne izguljatok. 64-25. És megint ugye Szabó Krisztián van Tamás előtt. Úgy mondom, hogy körülbelül, hát itt még nem, de itt 64-25-től körülbelül innentől kezdődik a dolog. Ugye itt fogják lengetni már Szabó Krisztiánnak a kék Porsche-nak a kék zászlót. Az is itt van a lelkes sportbíró a pálya szélén. Hatalmas csukló munkával lengeti ezt a kék zászlót, de itt már olyan közelség van azért, hogy már az előbb is, hogy el kellett volna engedni Wunder Tamást. De ha nem ott, akkor legalább itt. Hát valószínűleg igen, Krisztián itt se nézte a tükröt. Itt is van a célegyenes, lengeti a pályabíró rendíthetetlenül azt a kék zászlót, már elfárad a keze, de hát még így se. A
Akkor nézzük meg, hogy hol történik meg az elengedés, nem is elengedés igazából, csak el fogja rontani a Porsche. Az a baj, hogy értjük mi, hogy ha valaki leveszi a grafikát, hogy a tükröket ne kapcsolja be, de az nem mentesíti alól, ahogy a kékzászlónál ne engedje el a másikat. Na de... Akkor és itt lesz a dolog. Ezt nagy csúfosan hívhatjuk elengedésnek is. Inkább elfékezés, mint elengedés, de azért egy jó 3-4 kört kellett erre várnia Krisztiánnak, úgyhogy bocsánat. Tamásnak. Tamásnak, igen. Elnézést. Szóval viszont Krisztiánnak nem kell várnia, kap érte egy büntetőpontot tőlünk sok szeretettel. Így van, feltartásért. Akkor jön a másik érdekes eset, ami egyébként sokkal szebb is lett volna, hogyha nem ért volna olyan véget, mint amilyet. Még egy TikTok videót is megért volna, hogyha teljesen szabályos lett volna az egész, de mivel hogy nem, ezért inkább nem csináltam belőle videót, majd legközelebb. Nézzük mondjuk innen. 38 az esetünk. Na jó, nézzük innen, na. Egy a fene. Ugye Rát Dani, előtte Sas Bálint, megérkezik itt közben Chris Schneider Dani is. És hát igazából Rát Dani egy igazi TCR-es megmozdulással helyet csinált magának. Beköszönt a belső íven. Igen, elfékezte ugye, nagyon késő féktávot vett, tehát megint ugyanaz a helyzet, mint szokott lenni, hogy nincs meg az átfedés, megint két autónyira van mögötte, legalább. Hát és ez egy, mondhatjuk úgyis akár, hogy egy enyhe divebomb, mert divebomb, tehát ugye betette oda féktávon az autót, és nem is tudott megállni Rát Dani, hanem elfordult Sas Bálinton. Aztán keresztbe csúszik előttük félig, úgyhogy ez nem volt egy szép megmozdulás, úgyhogy ezt az egész mozzanatot, vagy hogy mondjam, manővert kettő büntetőponttal és 10 másodperccel fogjuk sújtani. Igen, de ilyet nem menjünk szabad. Messze, azért ezt elemezzük tovább ezt a helyzetet, mert utána, ha szemfélesek voltatok, láthattatok mást is, ami egyeseknek szúrhatja a szemét. Nézzük csak ezt a kanyar kijáratot, hogy itt mi is történt Bálint és Dani között. Hát, igen. Megnézhetjük még egyszer ezt a szép megmozdulást. Elirigyelte az a helyzet, hogy elirigyelte Danitól Bálint, hogy kell ezt az autót jó mélyre bedobni, vagy nem tudom, és segített egyet a Ferrarinak, hogy felszántsa a pálya szélét. Ugye Chris Schneider Dani a Ferrarival egyértelműen ott volt mellette átfedésben, és hát ugye Bálint pedig olyan ívet autózik, olyan íven fordul, látszik is az autónak az irányából, hogy ha bár itt még egymásnak is mennek, már ugye, de ha még ezt nem is veszük figyelembe, hanem a következőt, hogy itt ugye, tehát igazából nem hagy Bálintnek egyet, és letereli kontakttal Chris Schneider Danit a pályáról. Kicsit erőszakos volt ez a megmozdulás, úgyhogy hát ez sem volt valami szép, ugye ez egy kontakttal történő leterelés úgymond, átfedéssel egybekötve, úgyhogy Sas Bálint ezért egy büntetőpont és 5 másodperc ide büntetés kap. Azt írja, hogy az már a kocs miatt ment jobbra, mint ha a Rácz Danis kocra gondolsz, akkor... Nem, ez határozottan nem azért ment jobbra. Itt igen. Ezt nem is büntetjük, ezt a kocot, ez rendben volt. Mert, és hát nem úgy volt rendben, hogy ugye ez a koccanás a Rácz Dani divebombja miatt volt, oké, erről egyik fél se tehetett, már mint a Dani meg a Chris Schneider Dani meg a Sas Bálint. Ennek utána... semmi köze nincs az előtte haladóhoz, hogy ki parádésan kirakja a pályáról, tehát hogy ez itt olyan, és azért is mélyteiként neki itt a Chris Schneider Dani már itt, mert olyan éven fordul a Bálint, Sas Bálint, függetlenül most itt van helye még Daninak, olyan éven fordul a Bálint, hogy, és ezt az évet követi utána is, tehát nem inog meg az autó, az látszik is, nézzük meg újra. Tehát itt nem inog meg az autó, tart kifele.
ugyanazt az ívet autóz, amit elkezdett, úgyhogy ez egy kontakttal történő leszorítás, ezért egy büntetőpontot és 5 másodpercet kap Sas Bálint. No. És akkor, hölgyek, urak, eléggé gyorsan pörgettük, van egy utolsó esetünk. Belülről, akkor nézzük meg még belülről is. Egyébként itt nyitom, tehát ez az a kormány mozdulat, egyértelműen tart kifele. Semmi, a kocsanás után is ugyanazzal a kormánnyal megy tovább, mint hogyha senki nem lenne mellette. Szerintem annyira előre fókuszált arra, hogy Rácz Dani előtte van, hogy egyszerűen ignorálta, hogy van egy autó még mellette is, és úgy küldte a Danit a porba, mint a húzat. Igen, ez innen is van Bálint velünk a csatornán érzékelt. Igen, hát ahogy Ricsi is mondta, valószínűleg nem arra koncentrált a Bálint, de csak hogy jó dolog is legyen, élő adásban is megjegyeztük a közvetítése, hogy hát ez a festés megint egy parádicsa sikeret, van ezzel minden, tehát fekete ez pákó, a bugyi egy kicsit nagy lett, de bugyi, Nokia telefon, mobiltelefon, tehát ez a régi idők, egy idézi Playboy, úgyhogy van itt minden. Azt hiszem, erre mondták azt, hogy ez egy AI által generált festés. Legszebb magyar szó. Nézzük csak az oldalán. Lent az oldalsó szoknyám. Melyik magyar szóra gondolsz? Ott van az ingyen. Igen. Legszebb magyar szó. Az ingyen, illetve az elején is van az autónak egy szép idézet a tetején, a kockás füzet. Gyönyörű. Sas Bálint 3. Jó, hát ezt találom. Egy darab történelem, gyönyörű. És a splitterem mi van még előbb, mert még oda is volt valami fantasztikus mondat. Ez a matu nem kamu. Istenem, volánbusz, miniklip, van itt minden. Tájékoztató füzet, jó, minden van itt. Kielemeztük a Porsét, ennyit megérdemelt Bálintnak az egy büntetőpont és 5 másodperc, akkor ezt megnéztük. No. És akkor az utolsó esetünk az egy érdekes eset, mert valamiért, nem tudom, hogy miért, ugye a replay a leintés utáni pillanatot már nekem nem vette fel. Tehát végig felvette az összes kört, de utána a leintés utáni 1 percet már nem. Tehát azt replayben nem tudtuk megnézni azt az óvást, viszont volt akkor a szerencsénk, hogy az élőadásban láttuk azt az esetet. Mégpedig ugye, amikor Pető Józsi... Hát. Nézőpont kérdése, hogy ez szerencse vagy nem szerencse, szomorú, hogy kellett ilyet látni. Tehát jó, ez igaz, akkor javítsunk a megfogalmazáson, szóval nem szeretnék legközelebb az élőadásban ilyet mutatni, és ezt azért büntetni fogjuk, mert mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy nem csak a versenyen, hanem a verseny után is, amíg a kamera forog, de mondjuk amikor nem forog, akkor is, kultúráltan kell viselkedni. Ha vége a versenynek, leintették, akkor sem menjünk neki a másiknak, nem ökleljük fel, brahiból sem, buliból sem, tehát tényleg végig fegyelmezetten kell maradni, ez egy elvárás. Úgyhogy kamerát váltok, mert azt fogjuk csinálni, hogy a replay az nincs meg róla, mert levágta az leintés utáni pillanatot nekem a játék, az élő adásra fogunk kattintani, és akkor megmutatom. Úgyhogy pillanat, és elvileg át kell váltani a... Egyébként ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és tényleg mindenkit hova intek attól, hogy ilyesmit csináljon, már csak azért is, mert arra, amikor mondjuk az ember saját hibából vagy hasonlóból a falnak megy, azt arra tud számítani, ugyanúgy, mint ahogy a valódi versenyző is, és el tudja engedni a kormányt, viszont amikor egyszer csak valaki felébe veri, úgyhogy egyébként az illető nem is a pályánál, nem is az ívenál, Ez okozhat igen komoly egészségügyi károkat is. Teszem azt mondjuk egy új ficam, vagy törés, vagy hasonlók, hogyha az embernek egy erősebb kormánya van, ami nyilván a saját felelősség, hogy az hogyan használja, de az pedig, hogy hogyan közlekedünk a pályán, az pedig az adott embernek a felelőssége. Na, de nézzük az esetet. Igen, nézzük, akkor ugye átkapcsoltam a közvetítésre, leintés után vagyunk, Nagy Tamás van a képernyőn, hogy akkor mi is történt. Szaporítjuk a megtekintést a videón, az történt. Így van, itt teljesen olyan, mintha elengedte volna Tamás a gázt, és
telébe találja Pető Józsit, aki félre is állt egyébként a pályán, úgyhogy teljesen jól csinálta. Még egyszer megnézzük. A szándékosságot kizártuk, azért zártuk ki, mert itt, már itt olyan, mintha elengedtem volna teljesen a kormányt, és csak úgy ment volna előre. Tamás. Úgyhogy ha itt van a cseten, Tamás, ha nincs, ha hallja, ha nincs, mindenkinek mondjuk, ilyet ne. Tehát ez tilos. Padló lemezvizsgálat volt Park Fermében. Úgyhogy egyrészt ezt az esőt is csökkentheti, még ha most nem is kell nekünk a bajnokságra eső, de akkor is máshova kellhet. Azért sem, meg hát azért sem, mert ilyet nem csinálunk. Leintés után sem. Úgyhogy ha nincs itt a Tamás, akkor majd ezt mi meg fogjuk keresni privátba, és akkor ezt közöljük vele, hogy ilyet ne. Úgyhogy ezért, mivel a szándékosságot kizártuk az autó mozgásából ítélve, ezért Nagy Tamás egy büntetőpontot kap erre az esetre. Hát nem is értem egyébként, tehát itt teljesen olyan, mintha áthalt volna a célvonalon, és akkor megpihent volna, eldobott mindent. Elengedte a gázt, féket, vagy kormány gázt, mindent. Érdekes egy befejezés, hozzáteszem, szóval ilyet még nem láttam. Úgyhogy ezért a megmozdulásért, mivel a szándékosságot kizártuk, egy büntetőpontot kap Nagy Tamás, de ilyet ne csináljatok. Mert ez hogy ilyen a élőadásba bekerül, ez nem jó dolog. De hogyha nem lenne élőadás, akkor se lehetne ilyet. Bence azt mondja, hogy ő tavaly ugyanúgy ütötte ki, és ugyanúgy gyorsít. Lehet, hogy az autójában van valami mágnes, vagy valami, és nagyon vonza a leintős autókat. Jó. Azért Bence, erre ne egyéb büszke. Szóval nem azt az időt éljük most, hogy, hogy erre büszkének lehessen lenni, de igen. Hogy ezeket kerüljétek. Nem tudom, miért vágta a replaynek a leintés utáni pillanatát, de hál' Istennek így meg tudtuk nézni. Ennyi lett volna. A Dom Szabolcs írását be kell vezetni az élőadásos teljes felvezetőkört, aki meg nem testi... A levezetőkört, aki nem teljesít teljes büntetőpont. Előfordulhat, hogy majd előírjuk. Egyelőre ilyen nem nagyon szokott történni, most történt, úgyhogy ezért hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy levezetőkörön is nem lehet ilyet csinálni. Az a baj, hogyha mindenki befut, akkor utána még mindenféle ilyen waytimereket kéne állítgatni, hogy most ott körözgessetek, nem fogjuk erre pazarolni az energiánkat, hogy még 3-4 percen keresztül nézegessük mindenkinek, ahogy befutott, és utána a levezetőkörön megy, vagy ki eszképel, nem eszképel ki. Annyira szerintem voltok nagyok, hogy ezt el tudjátok dönteni magatoknak is. A lényeg az, hogy leintés után is, hogy ameddig a pályán vagytok, vagy tök mindegy, az az autó kint van, addig felelősséggel tartoztok azért, hogy ez hogyan és hova közlekedik, úgyhogy mellőzzük légy szíves a jövőben ezeket a megmozdulásokat, és akkor nincsen ilyen jellegű probléma. Nem gondolnánk, hogy ezt további szabályokkal kéne megfogni. Nyilván amennyiben ez nem elég, és a kérés és a szép szó nem segít rajta, akkor fogunk szankciókat hozni ennek érdekében. Bízunk benne, hogy ezt el tudjuk intézni felnőtt emberek módjára. VSR-be kell levezetőkör. Köszönjük, a VSR-ből lehet, hogy más is kell, ez az SRC, üdvözöllek, a csatornán látod a feliratot, ez nem a VSR. Bár ugyanúgy három betű, de mégis más, és az S is közös. És meg nagyon szépen is kérünk mindenkit, hogy ne gyertek a Discordunkra vitatkozni a VSR-es ügyekkel kapcsolatban, amit a Daniel minap említett nekem a multiklassz versenye kapcsolatban. Ez egy teljesen más bajnokság, itt a mi dolgainkat vitassuk meg. Nem szeretnénk. Na, ez meg pláne ne, Bence. Igen, úgyhogy... Ne kezdjük el, mert nem akarok megint bejelentkezni, hogy moderálgassunk mindenkit. No, egy kicsit... Ennyi lett volna. Érettebben a pályán, és akkor nincsen ilyen gond. Igen, ennyi lett volna. Egész gyorsan végigértünk szerintem. 40 perc volt maga az adás, úgyhogy igyekszem holnap frissíteni mindent, legkésőbb pénteken meg leszek vele, de talán már holnap is. Úgyhogy hát köszönjük mindenkinek, hogy megint velünk tartottatok. Tartsátok meg jó szokásokat. Ugye a héten vasárnap verseny nem lesz, mert ünnep van, de mindjárt majd hamarosan kitesszük a plakátot egy heti menetrenddel,
ugyanis holnap után meg szombaton tartunk három különböző pályán egészen héttől ilyen kisebb versenyeket, úgyhogy automata megint el fog indulni majd a szerver holnaptól, és akkor mindenki, aki szeretne körözgetni, versenyezni, azt tud csütörtök, péntek, szombat és vasárnap is. De hamarosan ezt majd kitesszük a plakátot, és akkor mindent megtudtok. Úgyhogy mindenkinek további szép estét, jó pihenést, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!